Káin és Ábel. Ez a történet az emberi történelem hajnalán esett meg. Ádám és Éva fiairól szól, akiket Káinnak és Ábelnek hívtak. Biztos emlékeztek Ádámra és Évára, akik minden bizonnyal gyönyörűek voltak, tele erővel, energiával. Csak hogy óriási hibát követtek el, biztos emlékeztek rá. Korábban tökéletesek voltak, és örökké élhettek volna, de fellázadtak Jahua ellen, és kilettek tiltva paradicsomi otthonukból, az Éden kertjéből. Így kénytelenek voltak az Édenen kívül boldogulni, nehezebb körülmények között élni. Idővel gyermekeik születtek, előbb Káin, majd Ábel. Persze még utána született húguk meg öccsük is, de ez a történet Káinról és Ábelről szól. A családnak nem volt könnyű, mert ahogyan Jahua megmondta, hogy keserves munkával fogják megteremteni a betevő falatjukat, úgy is lett. De Jahua így is szerette az embereket. És bár mondta, hogy a szántóföld töviseket és gyomokat nevel, és ez nagyon megnehezítette a földművelést, de azért bőven termett annyi élelem, hogy Ádám családja életben maradhasson. Ahogy a fiúk cseperedtek, a szüleik elmesélték a gyermekeiknek, hogy miért is lettek kiűzve a paradicsomból. Ádám megtanította őket azokra a munkákra, amelyekre szükség volt a család eltartásához. Káin földműves, Ábel pedig pásztor lett. Ábel sokat gondolkodott azon, amit a szülei meséltek arról, hogy milyen volt az Édenkertben élni. Bármerre járt a juhaival, ahogy dombokon, völgyeken és folyókon át terelgette a jámborjószágokat, Jahua mélységes szeretetének, bölcsességének, jóságának és szava hihetőségének a bizonyítékát látta. Ábel tapasztalta beteljesedni azt, amit Jahua mondott szüleinek, hogy keserves munkával fogják megteremteni az élelmet, hogy az édes anyjuk fájdalommal hozza világra a testvéreit, hogy édesapjuk uralkodik az édesanyjukon. Így Ábel mindenképp szeretett volna megfelelni Jahuának. Hűséges és engedelmes volt a mindenhatóhoz, pedig jó példa nem volt előtte a családjában. Mégis úgy gondolta, hogy aki ilyen dolgokat tud teremteni, és így állja a szavát, az csodálni kell, és szót kell neki fogadni. A Jahua alkotásain és tulajdonságain való elmélkedés egyre csak erősítette a hitét. Egy nap, amikor ismét Jahuának a csodálatos dolgain gondolkodott, az jutott eszébe, hogy ő szeretné valahogy kifejezni a hitét és a szeretetét a Teremtő felé. Elhatározta, hogy feláldoz néhány juhot a nyájából, kiválasztotta a legértékesebbeket, vagyis az elsőszülötteket. Oltárt készített, és tüzet gyújtott az áldozata alatt. Jahua nem csak az áldozatot fogadta szívesen, hanem maga Ábel is örömet szerzett neki, mert látta, hogy szereti őt, és őszintén hisz benne. Káin, Ábel bátyja irigylett, így ő is áldozatot mutatott be Jahuának. De Káin nem a legszebb terméseit áldozta fel. Ráadásul úgy gondolta, hogy elég csak úgy tenni, mintha hálás lenne Jahuának. Káin cselekedetei gonoszak voltak, és áldozata így nem volt kedves a mindenható előtt, hiszen ő tudta, hogy Káin nem szereti őt őszintén. Amikor Káin látta, hogy nem nyerte el Jahua tetszését, ahelyett, hogy tanult volna Ábeltől, meggyűlölte az öccsét. Jahua a szívébe látott, és kedvesen figyelmeztette. Miért haragszol, és miért keseredtél el? Ha azt teszed, ami helyes, elfogadlak téged. Ha pedig nem, nézd, a bűn lesben áll az ajtód előtt, és uralkodni akar rajtad. De ne engedj neki, hanem te uralkodj rajta. Káin nem szívlelte meg a figyelmeztetést. Haragudott Jahuára, és Ábelre is. Bosszút forralt Ábel ellen. Egy nap kicsalta a mezőre, ott rátámadt az öccsére, és megölte őt. Jahua látta ezt, és megszólította Káint. Hol van Ábel a testvéred? Káin ezt felelte. Honnan tudjam? Nem az én dolgom, hogy törődjek vele. Miért tetted ezt, Káin? Meggyilkolt testvéred kifolyt vére, bosszúért kiállt hozzám a földről. Ezért megátkozlak. Többé nem leszel képes megművelni a földet, amelybe itt a testvéred vérét, akit meggyilkoltál.
Ha műveled a földet, az többé nem terem a számodra semmit, és hontalanul fogsz kóborolni a földön. Káin ellenkezni kezdett, és megbánást sem tanúsított. Túl szigorúan büntettél meg, ez elviselhetetlen. Látod, most elűzöl engem erről a megművelt termőföldről, kitaszítasz jelenlétedből, és hontalanul kell kóborolnom a földön. Attól félek, hogy akárki megölhet engem, akivel találkozom. Ekkor Jehuá ezt mondta. Nem akarom, hogy ez történjen. Aki meggyilkolja Káint, annak a családjából 7 rokona kell fizessen az életével érte. Ekkor Káin felkelt, és elfutott. Letelepedett az Édentől keletre. Idővel Káinnak és a feleségének gyermekei születtek. Ádám és Éva többi fia és lánya is házasságot kötött, és nekik is születtek gyermekeik. Rövid időn belül már sok ember élt a földön. Mind többen és többen lettek. Noha Ábel meghalt, Jehuá még mindig emlékszik rá. Ábel jó ember volt, és Jehuá az ilyeneket sosem felejti el. Az ilyen embereket, mint Ábel, vissza fogja hozni az életbe. Akkor már soha többé nem kell meghalnia, hanem örökké élhet. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!